Képzőművészeti Egyetem epreskertjének, ez egy része a Képzőművészeti Egyetemnek. Az első épület alaksorában vagyunk, ahol körülbelül 7-8 évvel ezelőtt ezt a alaksori helységet egyrészt grafikai műhelynek alakítottam ki, másrészt egy színkurzus helyszínének, ahol elfér kb. 20 diák. Ezek a gyakorlatok nagyon egyszerű dolgokkal foglalkoznak, így például itt arról van szó, hogy sokáig nézzünk egy piros pöttyöt, és akkor megjelenik a piros pötty mellett az utókép szín, ami voltak éppen az igazi komplementere, tehát amit a szem kialakít magának. Így a sárga mellett megjelenik a lila, és ez itten összesíti ez a kis diákmunka az egészet. Erre itten Johannes Ittenre is hivatkozok, és Joseph Albersre is, tehát meg Johann Wolfgang Goethére is hivatkozok, akik a különböző, sőt az Arisztotelészre is, aki már kezdetben észrevette, hogy minden szín változik, tehát a szín a legváltozékonyabb jelenség a világon, amivel például a festők is dolgoznak. Azt szeretném megmutatni, hogy a színeket nem csak így statikusan vizsgáltuk, hanem mozgás közben is, és ezt a régi zoetróp berendezést, ez azt zoetróp, biztos tudják, hogy arról szól, hogy ha keresztül néz az ember egy likon, és itt egy mozgásnak a fázisai vannak belül kialakítva, akkor az ember szemében mozgás áll elő. Na most ezt arra használtam, hogy ezeket a diákok által csinált ritmikus és színjátékokat beleillesztettük, és megforgattuk, és akkor, ha föntről nézzük, más eredményt látunk, ha lentről nézzünk, akkor is, innen a likon keresztül. Innen például egy fölle mozgás látható, szakadozottan persze, és hogyha föntről nézzük, akkor jó esetben színek összemosódnak. Hát én 55-ben kerültem be a képzőművészeti főiskolára, és ez egy eléggé nyomasztó hely volt, de tulajdonképpen ez nagyon rövid ideig tartott, mert akkor jött 56, és jött a forradalom, jött egy pár hónap, amíg nem is volt egyáltalán főiskola, és a forradalom idejéig én tulajdonképpen egy nagyon unalmas képzésben vettem részt, ami csak a rajzolásra vonatkozott, és hogy nem volt semmi irányultsága a dolognak, és 56-ban a forradalom alatti lelkesedés volt az, ami engem teljesen átalakított, és attól kezdve, hogy úgy mondjam, egyfajta irányt kapott a munkám. És megtaláltam a magam őseit, magyar művészek 30-as évekbeli szereplőit, és tulajdonképpen én egy saját képzésbe fogtam a Képzőművészeti Egyetem keretén belül. Nem fogadtam el semmiféle tanári instrukciót, nem is nagyon törődtek velem, és ezt az új keresésemet tulajdonképpen úgy alakítottam, hogy a következő évben majdnem kidobtak az iskolából. Fél évkor kaptam egy értesítést, hogy ha ezt így csinálom tovább, akkor tekintsem magam már nem főiskolásnak. És attól kezdve tulajdonképpen végeztem a magam dolgát, és egy második menet, második vonalat is kezdtem, amit később a pénzkeresetnél hasznosítottam. Tehát ami az iskolának kellett, a figuratív aktfestés és ilyesmi, és a későbbiekben pedig a képcsarnoknak, az egy ilyen művészellátó szervezet volt, a képcsarnok megbízásainak a kivitelezése. Tudod, ez volt tulajdonképpen 56-nak az eredménye nálam. De tulajdonképpen az iskolában akkor megint elkezdődött a kommunista ifjúsági szervezetnek a felépítése, amiben sokan nem léptünk be, már egyáltalán nem volt kötelező, és lassacskán úgy mégiscsak egy szabadabb élet indult el. Na most a főiskola befejezésénél én voltam az egyetlen az osztályban, akikkel együtt jártam, aki nem kapott diplomát. De erre nem is volt szükségem egészen sokáig, amíg professzori kinevezésre nem vágytam már 2000-es évek elején.
az egyetemet, vagyis akkor még főiskolát 1961-ben fejeztem be, ugye, mint mondtam, diploma nélkül, és ezt követően, hát 1967-ig végeztem, több utazást tettem, 63-tól lehetett már utazni külföldre, akkor először még nem limitálva az időpontot, tehát hogy maradhatott volna az ember akár egy évig is, csak pénz nem volt hozzá, és 63 és 64 volt az az idő, amikor én kiutazhattam először, és először hát Görögországba és Olaszországba mentem, de nem azért, hogy modern művészetet nézzek, hanem tulajdonképpen a művészettörténetet akartam újraélni eredeti művek alapján, végig Olaszországon keresztül és Görögországban is. És 66-ban volt az első önálló kiállításom. Ebben az időben főként grafikát csináltam, részkarcokat csináltam, és az első önálló kiállításom nem is Budapesten volt, hanem Bolognában egy ismerősnek a közvetítésével. De Budapesten is lett aztán mindjárt kiállításom, és tulajdonképpen az alatt, az idő alatt, amíg utaztam, és az utazást követő kiállításokkal egy periódus le is zártam a munkámban, és következett egy olyan átmeneti idő, amikor megint kerestem azt az intenzitást, amivel meg lehetne szólalni. De beszélgessünk egy kicsit a grafikáról is tulajdonképpen, mert hiszen az volt a főiskolán a fő tevékenységi területem, és még azután is tulajdonképpen szinte 10 éven keresztül. Eredetileg ugye nem rajzi grafikára gondolok, hanem részkarcra, tehát egy olyan műfajra, amelyik elég hosszas előkészületeket és részleteket és építkezős munkát igényel, ami nagyon megfelelt mindig is az én igényeimnek. Tehát, hogy nem egyszerre impulzívan kell oda dobni valamit, hanem felépítgetni. Én viszont úgy kezdtem el felfogni a részkarcolást, illetve magát a nyomtatást, mint grafikai tevékenységet, hogy a lemezt, mint egy akció tárgyat fogtam fel. Például ledobtam a 4. emeletről egy viszonylag puha lemezt, és a leérkezésének a pillanatában ugye jól összegyűrődött, és ezt a gyűrötséget nyomtattam le. A kiállításomnak a kapcsán Bécsbe kaptam egy ösztöndíjat 1967-ben. Ez egy ölembe pottyant tulajdonképpen, mert volt Rockefeller ösztöndíja egy osztrák intézménynek, és ebből például József Jankovics kapott, egy szlovák művész, és én voltam az őt követő utolsó művész, aki ebből az ösztöndíjból még kapott. És ez alatt, az idő alatt összeismerkedtem, még kint voltam Ausztriában egy fél évig, összeismerkedtem a férjemmel, a jövendő férjemmel, Gájor Tiborral, aki képzőművész, de építészetet tanult eredetileg, és meg tudtuk oldani, hogy azután két lakiak lettünk, Bécsben és Budapesten éltünk egyformán, tehát, és rengeteget utaztunk. És az impulzusok, amiket szereztem, azok tulajdonképpen a 66-os tartózkodásom, az osztrák tartózkodásom idején értek engem. Akkoriban volt az osztrák akcionizmus nagy szám, és láttam kiállításokon olyan tárgyakat, amelyek addigi felfogásom szerint tulajdonképpen nem voltak tekinthetők művészetnek, és ez hozzájárult nyilván ahhoz, hogy lassacskán átalakult a gondolkodásom. Úgyhogy 1970 táján én már belekezdtem egy egészen más típusú munkásságba, amelyik elementárisabb volt, és valószerűbb volt, nem volt artificiális, nem volt egy szubjektumon átszűrt második világ, hanem egy valódi világ. Ez vonatkozott a fotózásra, vonatkozott a filmkészítésre, experimentális filmkészítésre, meg tulajdonképpen még a konkrét költészetre is, szóval egy eléggé széles körű megvalósítás következett ezután. Ebben az időszakban, tehát a 60-as évek legelején, amikor először utazhattunk, akkor tulajdonképpen mi úgy érzékeltük, hogy Lengyelországban és Csehszlovákiában nagyobb szabadság létezik. És utólag a kiállítások listáját nézve valóban így is volt, mert például Milos Urbasek
részt vehetett olyan kiállításon Nürnbergben 1972-ben, egy konstruktív biennálén, ami számunkra elérhetetlen volt a hivatalos művészetből. Olyan művészt vittek ki erre a kiállításra, aki sohasem volt konstruktív, hanem geometrikus absztrakt volt. És ebben a 60-as évek közepe időben Magyarországon egy furcsa jelenség, addig elképzelhetetlen jelenség indult el, mégpedig az, hogy fiatal, progresszív művészek csoportosulni kezdtek. És ugyanezt történt egyébként tudomásunk szerint Csehszlovákiában is. Volt Magyarországon a 70-es évekig, 73-ig egy olyan hely, amelyet a Balaton-Boglári kápolna, amelyet kiállításokra használtak. Egy fiatal művész bérelte egyetlen forintért ezt a helyet, és több éven keresztül minden nyáron voltak ott egyre avantgárdabb, egyre radikálisabb művészek, akik ott kiállítottak, sőt színházat csináltak, tehát egy élet alakult ki. Az egyetlen hely Magyarországon, ahol ez működhetett. Ezt 73. augusztusában bezárták. De még mielőtt ez történt volna, ott volt például egy Beke László által és többek által sok közép-európai művész részvételével megoldott nagy találkozó, amelynek több esemény is volt, a dokumentált esemény volt a témája. Például legyen mindenki mindenkivel kezet fogott, és ezt lefotózták. Én úgy emlékszem, hogy először 1972-ben találkoztam cseh művésszel, Jiří Valochal és a Pospisilovával, aki együtt jöttek, és tulajdonképpen nagyon csodáltam őket, mert nem csak Magyarországra jöttek el művészetet nézni, hanem elmentek Kelet-Németországba, és nyilván lengyel kapcsolataik is voltak. Találkoztam a Rudolf Szikorával, a Melissel, szóval sokkal Zavarszkival. És tulajdonképpen ezt a korszakot nagyon nehéz elmondani, mert teljesen összefonódnak dolgok. A Magyarországon a Balaton-Boglári kápolnán kívül mégiscsak volt azért egy hely, ahol az alternatív művészet megjelenhetett, és ez pedig a fiatal művészek klubja volt az Andrássy úton, ahol egy darabig Beke László művészettörténész volt a vezető, a művészeti vezető. Itt ebben az időben volt az, hogy Bak Imre és Nádler István Magyarországon elkezdtek egy olyan nyugati típusú, az amerikai művészetre is támaszkodó konstruktív művészettel, aminek egyébként hát több résztvevője is volt, például a Fajó János, aztán később a Mennyán András és mások is. És ezekkel a művészekkel nyugat-németországi kiállítás sorozatokba kezdtünk, amelyek igazából hát a 80-as évek elejéig folytak. Voltunk Kölnben, Észak-Németországból sok segítséget kaptunk egy Jürgen Weihart nevű művészettörténész révén. Dieter Hohn is, aki az Esseni Múzeumnak az igazgatója, helyettes igazgatója volt akkoriban, ösztöndíjas lehetőséget nyújtott magyar művészeknek, hogy ott tartózkodtak és dolgoztak a múzeumnak a vendégházában. És ugyan mi nem kaptunk erre külön meghívást, de amikor arra jártunk, akkor mindig mi is ott maradtunk egy darabig, és hát rengeteg impulzus ért. Voltak éppen 1970 volt számomra egy olyan fordulópont, amikor nem csak ízét kaptam meg annak a típusú konceptuális művészet gazdagságának, amit aztán én is magam is folytattam, hanem konkrétan más embereknek, más művészeknek a műveit. Kölnben egy körülbelül 3 hetes tartózkodás alatt egy minden helyet végigjártunk, nem csak a Wallraf Richartz Múzeumot, hanem számtalan galériát, amely utunkba került. És hát ez elég nagy hatást gyakorolt rám. Ez egy darabig még ennek a leküzdése is időt vett igénybe, hogy nem mások ötleteivel kezdjek dolgozni, hanem a sajátjaimmal. És lassacskán a konceptualitás számomra egy minimal artba fordult át, ami azt jelenti, hogy elementáris formákkal kezdtem el dolgozni, és
hogyha fotóztam, és abba a figurativitás is belevegyült, de itt voltak éppen csak jelekről volt szó, ami a fotózást illeti. Tehát az, hogy esztetikailag mi történik, hanem kifejezetten az, hogy milyen jelentések vannak a figurációban.